nem érdekel annyi. Eljövök, mert lehet, hogy nekem már csak 3 hónapom van megint, mert ha most talál még egy rákossejtet, akkor nem fogok tudni többet dolgozni. De ha most 3 hónap, utánam van egy generáció, aki nyilván nagyon szeretne normális emberi körülmények között más gyermekeivel, akiknek ugye bekerül a gyermekotthonba a gyermeke foglalkozni. Gyermekotthonban dolgozom. Gyermekfelügyelő és pedagógiai asszisztens a végzettségem. Sajnos 2 éve küzdök egy betegséggel, 2 műtéttel, műtét után 2,5 héttel visszamentem dolgozni, hogy nehogy 62 000 forinttal kelljen hazamennem, mert OTPV-n meg van még a házunkra, és elvitte volna a házunkat. Összegyűjtöttük a szociális konzultációs üveget, amit átszereztünk Zanni Orbán Viktor miniszterelnök úrnak. Mennyi fizetés lenne elégséges? Látom, 85 000 van kiírva. Hát, mivel hogy 40 éve lesz már nem sokára, hogy már itt dolgozom az ágazatban, hát én azt gondolom, hogy azért a 100-on felül jó van. Tehát, ha én nekem már egy 140-150 000 forinttal haza tudnék menni, akkor azért az már bér volna. Nem a 92 000, meg nem a 94 000 forint. Azt szeretném kérdezni, hogy mennyi fizetés lenne elég? Az, amire azt mondja... Igen, 150-et beszéltünk, és akkor arra rendezni a bért. A gyereket is el tudjuk látni. Gyerek is van, család van, van, akinek tanul a gyereke, az enyém kicsi, egyedül nevelem, a lakást is fenn kell tartani. Legalább 3-szor annyi, hogy kényelmesen, normálisan, emberhez méltóan tudjunk élni. Én ezt így gondolom. Mit mondjak még? Anyone out there really cares about the curls in your hair? 20 évvel ezelőtt még ruhapénzt adtak az embereknek, jutalmak voltak, megbecsülték az embereket, ma ez már nincsen, uram. Minimum 150 nettó. 150. Egy nettó, így van. Én azt gondolom, hogy azért a 100-on felül jóval. Hát a duplája legalább. De én megelégednék avval, hogy az európai minimálbért kapnám 1200 eurót, 1400 eurót. És mégse vagyunk jók a kormánynak. Tehát, hogy megbecsülnének bérben, ilyen nincs. Nem csak ma, ez már elég régóta nincs. Csókolom, mennyi lenne az elfogadható fizú? 150 000 forint. Az ágazat 75%-ának kevesebb a nettó jövedelme, mint a 2013-as létminimum. Csókolom, azt szeretném még kérdezni, hogy mennyi lenne az elégséges fizetés ön szerint, önnek? Nekem? Aha. Hát a nettó 200 000 forint. Igen, az korrekt. Diplomával úgy gondolom, hogy annyit megérdemelnék. És a másik, hogy 6 saját gyerekem van, akit fölneveltem. 6 saját gyerekem. 6. Úgyhogy, és egy csomó másik, akiket fölnevelek, akik nem az enyémek, a bölcsödébe. Szerintem a triplája kéne. Hát amúgy az is nagyon jó lenne. Ez csak azért, hogy ne kelljen hitelt fölvenni, hogy kifizessük a rezsit. Arra lenne elég. De arra mondjuk elmenjünk egy Balatonra, egy hétre nyaralni, arra már nem. A 200 000. És most mennyit tetszik kapni? 180 000. Vezetőként. Bölcsőde vezetőként. És mennyi munka viszont? 30 év. Na, ugye? Minden jót!